Egyre gyakoribbak a tűzesetek a magyar-kanizsai község területén. A magyar-kanizsai községben egyre gyakrabban tombol a vörös kakas. Sajnos a tűzoltóknak március első három hetében többször ki kellett vonulniuk helyszínre, mint tavaly egész évben. Tűzoltóink két héttel ezelőtt az utolsó pillanatban mentették meg ezt az erdőt, alulról már meg is perzselődött. Vagy látjuk a másik térséget, ezt szaknyelven semjéknek hívják, ez arra szorgál ez a nádas, hogy az esetleges vadvilág itt meghúzódhassa magát. És ez közterület. Tehát ez itt nem magánterület, és nem arról szól a téma, hogy a kedves mezőgazdasági termelő fölgyújtotta a saját területén lévő tarlót. Annak ellenére, hogy a jelentős anyagi károk mellett már több személyi sérülés is történt, az alapügyészség szabálysértésnek minősíti a tűzokozást. Az elmúlt héten három elkövető ellen indult szabálysértési eljárás, mivel egy súlyos tűzesetnél, ahol a gazdasági udvar is leégett, és a szándékosság ténye jelen volt, az ügyeletes alapügyészség ügyésze mégis úgy gondolta, hogy ez szabálysértés, hiába bizonyította a rendőrség a nagy anyagi kárt, továbbá a szándékosságot, úgy ítélték meg, hogy ez szabálysértés. Elővigyázatosságból a község területén lezárták a csatornák zsilipjeit, hogy a vízzel feltöltött kanálisokkal útját tudják állni az esetleges újabb tüzek terjedésének. Még mindig nem jutott közös nevezőre az MNT és a szabadkai, újvidéki, a nagybecskereki önkormányzat a kiemelt jelentőségű kulturális intézmények társalapítói jogainak átruházásáról. Az Országos Magyar Kisebbségi Önkormányzat azokat az intézményeket emelte ki, melyek a közösség kultúrájának fennmaradását jelentik. A városoknak és a községeknek a nemzeti tanácsokról szóló törvény értelmében kötelességük ezt tudomásul venni, és az MNT-t társalapítóként elfogadni. Szabadka, Nagybecskerek és Újvidék önkormányzata azonban hónapok óta nem tett eleget ennek a kötelezettségének. Hogyha úgy dönt a Magyar Nemzeti Tanács, hogy bizonyos kulturális intézmény, ami, mint már mondtam, fontos a magyar kultúra megőrzése szempontjából, kiemel, majd kéri annak alapítói jogainak átruházását, akkor egész egyszerűen az önkormányzat köteles ezt megtenni. Ez sokszor félreértelmezik a törvényt, mert úgy fogalmaz a törvény, hogy az megteheti. Hát addig teheti, tehát megteheti, amennyiben mi nem kérjük, akkor nem teheti meg. De ha mi kérjük, hogy tegye meg, akkor neki azt meg kell tenni. A társalapítói jogok részbeni átruházásával az MNT lehetőséget kap arra, hogy véleményezze az igazgatóbizottsági tagok kinevezését. A törvény szerint a pénzelés továbbra is az önkormányzat feladata. A tartományi ombudsman február 29-i állásfoglalása alapján törvényt sértenek az önkormányzatok azzal, hogy akadályozzák a Magyar Nemzeti Tanács által kiemelt jelentőségűvé nyilvánított intézmények társalapítását. Ezek nem szankcionálható, tehát nem követtek el úgymond a büntető törvény szerinti bűnöket. Egész egyszerűen jogsértést követtek el, tehát nem tartják be a törvényt, és ha ezt egy önkormányzat megteszi, akkor bizony el kell gondolkodnia azon, hogy ez így rendben van, vagy nincs rendben. Az érintett önkormányzatoknak, Szabadkának, Nagybecskereknek és Újvidéknek az ombudsman ajánlása nyomán még bő egy hónapjuk van, hogy a törvény szerint járjanak el. Nagyban megkönnyíti a továbbtanulást az MNT ösztöndíja. A Magyar Nemzeti Tanács a 2011-12-es tanévben 470 első évest és 100 demonstrátort részesített anyagi támogatásban. A demonstrátorok az első éves hallgatók tanulmányait, illetve beilleszkedését segítő felsőbb éves hallgatók. Az ösztöndíjak havi összege nettó 120, 130, 140 vagy 150 euró dinár ellenértéke. Az MNT a tanév folyamán októbertől kezdődően 10 hónapon keresztül folyósítja a támogatást. Egy ekkora összeg, amit mi kapunk az MNT-től havi szinten, rendszeres jellege, és ez fontos kihangsúlyozni, ugyanis a legtöbb ösztöndíjnál ez a probléma, hogy nem kapjuk rendszeresen, itt havi szinten mindig pontosan megkapjuk. Kellő összeg ahhoz, hogy egy egyetemista önmagát el tudja látni egy hónapon belül, illetve hogy tudja a saját költségeit ebből finanszírozni. Nagyon sokban segítettem, mivel egy nyelviskolát is beírtam. A tervek szerint az MNT idén is 500 első évest és 70 demonstrátort részesít ösztöndíjban. A pályázatot az egyetemi felvételi időszakok végeztével írják ki. Tehát az ösztöndíjazásnak három alapföltétele van.
Az egyik, hogy magyarul kell, hogy járja vagy az általános, vagy a középiskolát, vagy mindkettőt. A másik, hogy először iratkozzon felsőoktatási intézménybe, a harmadik pedig, hogy akkreditált szakterületre, akkreditált karra vagy szakra iratkozzon. A Vajdasági Magyar Diák Szövetség is felsőoktatási tájékoztató körutat szervez. Az első helyszín Óbecse és a kéthetesre tervezett körút során összesen 32 oktatási intézménybe látogatnak majd el. A VMS listája szerepel majd az első helyen a szavazólapon, a topolyai községi választásokon. A Topolyai Helyi Választási Bizottság döntése értelmében a Vajdasági Magyar Szövetség Pásztor István megjelöléssel szereplő lista eleget tesz a törvényes feltételeknek. A bizottság kijelölte a községi képviselőtestületbe történő képviselőválasztás szavazóhelyeit is. A Vajdasági Magyar Szövetség Magyar-Kanizsa községben is megszervezi a támogató aláírások gyűjtését. A köztársasági, tartományi és önkormányzati jelölt listák állításához szükséges aláírásokat több helyszínen is gyűjtik a napokban. Kedden Tótfalu és Kispiac, szerdán Orom és Horgos helyi közösségének épületében várják a pártfogókat 15 és 19 óra 30 perc között. Csütörtökön Oromhegyesen a helyi közösség épületében 15 és 19 óra 30 perc között, Magyar-Kanizsán a Városházán pedig 8 és 19 óra között várják az aláírásokat. Pénteken Adorjánon és Martonoson szintén a helyi közösség épületében lehet aláírni 15 és 19 óra 30 perc között. Nagybecskerek város területén is megkezdte a Vajdasági Magyar Szövetség a támogató aláírások gyűjtését. Az elkövetkező három napban több helyszínen gyűjtik a köztársasági, tartományi és önkormányzati jelölt listák állításához szükséges aláírásokat. Ma mindegyik helyszínen 15-től 20 óráig várják a polgárokat. Nagybecskereken a Petőfi Magyar Művelődési Egyesületben, Múzsján a nőklubjának helyiségében, Lukácsfalván, Erzsébetlakon és Szent Mihályon pedig a helyi közösség irodájában tölthetik ki a támogatásról szóló dokumentumokat. Az óbecsei pártok megkezdték, egyesek már be is fejezték a jelölt listához szükséges támogatói aláírás gyűjtését. Knézi Péter polgármester, a VMS helyi szervezetének elnöke elmondása szerint ma kettő helyen, Alsóvároson és Újfaluban gyűjtik reggel 8-tól este 20 óráig az aláírásokat. 12 óráig 200 polgár adta át támogató aláírását a listának. Holnap az egész község területén Péter révén, Dreán, Bácsföldváron és Pecesoron is aláírásgyűjtést szerveznek. A Demokrata Párt helyi szervezete már befejezte az aláírások gyűjtését. Vince László, a Demokrata Párt tagja elmondta, pártja március 17-ére már begyűjtötte az 1400 aláírást, melyet az Óbecsei Községi Választási Bizottság még aznap megtartott ülésén jóváhagyott. Újraépítések Szabadkán. A melegebb idő lehetőséget ad különféle munkálatok végzésére. Szabadkán és környékén többek között Tavankúton is aszfaltozzák az utakat, valamint dolgoznak a zöld területek helyreállításán. Szabadkán átépítik a közkórház előtti Forrás utcát. A beruházás mintegy 25 millió dinárba kerül, a víz, hő, gáz és a csatorna vezetékek bővítése pedig további 5 millió dinár tesz ki. 90 új parkolóhely létesítését is tervezik. A beruházáson együtt dolgozik a vízművek és csatornázási kommunális közvállalat, a Szabadkai Városépítési Igazgatóság, valamint a köztisztasági és parkosítási kommunális közvállalat. A munkálatok nagy részét a városi költségvetésből fedezik. Nám je svaka ova investicija veoma važna, jer Subotica je grad koji ima izuzetno veliku razuđenost, veliki broj ulica i samim tim naravno najveći broj i aszfaltiranih ulica u Vojvodini, ali i najveći broj neaszfaltiranih ulica. Alsó Tavankúton a Mijó Mandics utcát is aszfaltozzák. A helybeliek örülnek a változásnak, hiszen ez az utca szinte mindig sáros volt, alacsony fekvése miatt a víz gyakran felgyülemlett. Ulica Mijó Mandicsa, dužina ulice 330 metara, vrednost investicije oko 4 milióna dinara, radi se iz programa koji se finansira iz gradskog budžeta. A köztisztasági és parkosítási kommunális közvállalat zöldesítési programja a Mátia Gubec általános iskola udvarával folytatódik. Fákat ültetnek, valamint a tervek szerint padokkal és szemetesekkel is ellátják a területet. We'll be right back.
Mellszobrot szerettek volna állítani a 2000-es változások és az Ottpor mozgalom kiemelkedő tagja emlékére Szabadkán. A kezdeményezést, miszerint Branislav Nikolić Brancsi emlékére mellszobrot állítsanak Szabadkán, a Városi Szoborbizottság elutasította. A döntést azzal indokolták, hogy legalább 5 évnek kell eltelnie valakinek a halálát követően, hogy mellszobrot állítsanak tiszteletére. Dr. Zorán Gyindzsisnek is csak 6-7 évre a halála után róla nevezték el mondjuk történetesen itt Szabadkán ezt a kis teret, a Zorán Gyindzsics platót, vagy Belgrádba az egyik bulevárt, ő róla nevezték el. Tehát ez már eleve nem egy szerencsés megoldás, hogy valakit bármilyen szomorú, hogy elhunyt, gyakorlatilag a virágok még el se hervadtak a síren, és már szobrot emelni. A VMS közleményében azt írja, a szabadkai önkormányzat újra bebizonyította, távol áll a közösség számára jelentős értékektől. Sajnos nem volt, úgy látszik, meg a politikai akarat a hatalmi pártok részéről, hogy eleget tegyenek, és úgy gondolom, hogy azok az emberek, akik 2000-ben még a változásokra esküdöztek, akik most Szabadkán a Városházát irányítsák és a szabadkai hatalmat irányítsák, hogy azért ennyire érzéketlenek legyenek mondjuk a közelmúlttal, úgy gondolom, hogy azért elfogadhatatlan. A Szabadkai Szoborbizottság tavaly azzal váltott ki felháborodást, hogy át akarta helyezni Kosztolányi Dezső mellszobrát a Szvetozár Márkovics gimnázium előtti parkból az épület belsejébe. Korábban pedig megakadályozták, hogy a szabadkai íróköltőnek egész alapos szobrot állíthassanak. Internetes rádiót hoztak létre a magyar kanizsai fiatalok. A magyar kanizsai fiatalok egy évvel ezelőtti ötletüket valósították meg. Az internetes rádió a www.ert6fm.com oldalon érhető el. A regisztrált felhasználók hozzáférhetnek a Top 20-as slágerlistához, a dalok demo változatát le is tölthetik. A bejelentkezett felhasználók a blogon keresztül írhatnak nekünk kommentárokat, és leírhatják ötleteiket is. A zaklató felhasználókat azonban rögtön töröljük az oldalról. Elsődleges cél a fiatalok tájékoztatása, továbbtanulási szakmai tanácsokkal látják el őket. A rádió létrejöttét Magyar Kanizsa Község támogatta. Adán eddig a DP és a VMS adta át a helyhatósági választásokhoz szükséges aláírásokat. Adán elsőként a Szavazzon a Jobb Életre Boris Tadic elnevezésű választási lista képviselői gyűjtötték össze a kellő mennyiségű aláírást, hogy indulhassanak a helyhatósági választásokon. A listának fele párton kívüli személyekből áll, amit azért tartottunk fontosnak, hogy minél jobban biztosítani tudjuk a következőkben az információ áramlást a polgárok, illetve a pártunk között. A Vajdasági Magyar Szövetség Pásztor István elnevezésű választási lista képviselői ezen a településen másodikként tudták átadni a szükséges aláírásokat a Községi Választási Bizottságnak. Mai nap folyamán gyűjtjük össze itt Adán a köztársasági parlamenti listának a támogató aláírásait, holnap Törökfalun, holnap után pedig Maholon. A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége 10 községben indul önállóan a helyhatósági választásokon, köztük Adán is. Mi tegnap elkezdtük az aláírás gyűjtéseket, és ma, holnap és pénteken folytatjuk. Én azt gondolom, hogy pénteken már nem lesz szükség aláírás gyűjtésre, hiszen a jelek azt mutatják, hogy nagyon jó a visszajelzés. A VMDK csütörtökön délután 4-től este 8-ig a moholi helyi közösség könyvtárában gyűjti az aláírásokat. A Magyar Polgári Szövetség aláírásgyűjtése is a tervezett ütemben halad, nyilatkozta a Pannoner TV-nek Sas Tamás lista vezető, majd hozzátette, várhatóan a hétvégén át is adják listájukat. A Vajdasági Szociáldemokrata Liga adai lista vezetője Adankó Angila telefonon nyilatkozott a Pannoner TV-nek. Az aláírásokat már összegyűjtötték a helyhatósági választásokra, az utolsó simításokat követően átadják listájukat a Községi Választási Bizottságnak. Topolyán az Erdők Világnapja alkalmából 50 darab facsemetét ültettek el a mezőgazdasági iskola tanulói. Topolyán az Erdők Világnapja alkalmából a mezőgazdasági középiskola első osztályos diákjai facsemetéket ültettek el a tó környékén. A nemes akción a tartományi képviselőház elnöke Egeresi Sándor is látogatást tett, és besegítette a tanulók faültetésébe.
Nagyszerű érzés elültetni egy fát, és ha az ember tudja azt, hogy az ő fája. Hát ezért jöttem először is ide, hogy ezekkel a fiatalokkal együtt itt legyek, és méltóképpen megünnepeljük az erdők nemzetközi napját. És nem csak ma kéne ezt megtennünk, hanem nap mint nap őriznünk és megőriznünk a környezetünket, mert hát ez az a terület, ahol legtöbbet kell és kellene tennünk annak érdekében, hogy egy világos és egy egészséges környezetben éljünk. A mezőgazdasági iskola igazgatónője és a topolyai erdőtelepítők vezetője Kókai Mernyák Melinda örömét fejezte ki az akcióval kapcsolatban, annál is inkább, mivel egy fa elültetése egy új életet jelent közösségünk számára. A Topolya kapott facsemetéket, és hát ugye logikus volt, hogy az iskolát kérik fel arra, hogy elültessük ezeket a facsemetéket, tegyük szebbé magát a városunkat, a túlkörnyékét. Mi az elsősöket hoztuk ki erre az akcióra, ők fogják elültetni. Jó szomszédi viszonyban vagyunk a DTD-vel, tehát ők kifúrták a lyukakat. A faültetésen részt vett Hallgató Imre, a DTD Krivaja igazgatója is. Az újvidéki Vojvodina Sume közvállalat igazgatónője Takács Márta biztosította a facsemetéket városunk részére. Megkezdték a szabadkai Maghetes helyi közösségben lévő Győri Ferenc utca aszfaltozását. Szlávko Parágy Szabadka képviselőtestületének elnöke és Sasa Vucinics polgármester is megtekintette a munkálatokat. Mint a képviselőtestület elnöke elmondta, a Győri Ferenc utca már több mint 2 évtizede van ilyen állapotban. Ulica će biti širine 3 metra, dužina oko 500 metara. Ona će biti u funkciji da se koristi i za pešački saobraćaj i za motorna vozila. Dakle, ovo je jedna od 80 ulica koje smo počeli od aprila prošle godine pa do sada marta ove godine uspjeli da izasfaltiramo. A projekt összértéke 3 millió 800 ezer dinár. A munkálatokat a Vojput szakemberei végzik. Először szerveztek oktatási vásárt Óbecsén. A háromnapos rendezvény célja, hogy bemutassa az egyetemek nyújtotta lehetőségeket, illetve hogy megkönnyítse a középiskolásoknak a pályaválasztást. A szervezők minden olyan információt megosztanak az érdeklődő diákokkal, amelyekre az egyetem választásnál szükség van. Felismertük azt a problémát, hogy a fiatalok, akik kisebb településekről kerülnek nagyobb városokba, például Szabadkára vagy Újvidékre nem eléggé tájékozottak. Megtörténik, hogy a tanulók azt sem tudják, hol az egyetem, vagy hogy hol érdeklődhetnek. Ezért döntöttünk úgy, hogy ezzel az előadással bemutatjuk a városi helyzetet. Solymosi Laura, az Óbecsei gimnázium végzős diákja már eldöntötte, hogy Újvidéken az Orvostudományi Egyetem gyógyszerészeti szakán folytatja tanulmányait. Mi, mint végzős diákok, rengeteg prezentációt és előadást hallunk az utóbbi időben a továbbtanulás lehetőségeiről, különösen az újvidéki és a szabadkai egyetemek jönnek előadásokat tartani, és a Magyar Nemzeti Tanács is több ízben volt itt szintén előadást és útbaigazítót tartani számunkra. Tőlük elég sok mindent hallottunk a lehetőségekről és a különböző ösztöndíjprogramokról, amelyekre pályázhatunk közeljövőben. A szintén végzős Péter Diana szerint a fiatal diákok nem rendelkeznek elég információval ahhoz, hogy kellőképpen pályát válasszanak. Úgy gondolom, hogy mégis a legnagyobb segítséget a Vajdasági Magyar Diák Szövetségnek a prezentációja nyújtotta, akik hát még most odajáró egyetemisták, így friss információkat tudtak nekünk szolgálni, és én nagyon fontosnak tartom ezt, mert szeptemberben még mi se tudtunk sokat az egyetemekről, azóta viszont ez kialakult. Az oktatási vásár nyitott minden középiskolás számára. A szervezők elmondása szerint ilyen típusú vásárt eddig csak Belgrádban és Újvidéken tartott. A topolyai községi képviselőtestület jóváhagyta a tájékoztatási közvállalat alapító jogainak részleges átruházását az MNT-re.
Kiürült a topolyai városháza nagy tanácsterme, a községi képviselőtestület ugyanis megtartotta utolsó rendes ülését jelenlegi összetételében. Sajnos mi egy olyan időszakban voltunk a képviselőtestületben, olyan időszakban tudtuk ezeket elfogadni, a határozatokat, amikor is 2008 végétől egy gazdasági válság hullám söpört végig, úgy a világon, mint ahogy ezen az országon is, és ez azért a pénzügyi lehetőségeinkben meglátszott. De azt gondolom, hogy amire büszkék lehetünk, vagy amit ki kell emelni, és én ezt tartom a legfontosabbnak, hogy stabil volt a képviselőtestület ellentétben sok más községgel. Az ülésen a község területén működő közvállalatok és intézmények munkájáról és gazdálkodási programjáról szóló jelentéseket többnyire vita nélkül fogadták el a tanácsnokok, komolyabb vita csak a tájékoztatási közvállalat alapítói jogainak részleges átruházásával és a Szociális Védelmi Központ igazgatójának felmentésével kapcsolatban alakult ki. A testület elfogadta a tájékoztatási közvállalat alapítói jogának részleges átruházását a Magyar Nemzeti Tanácsra, a képviselők egy része viszont ellenezte ezt. A Vajdasági Magyar Demokrata Pártnak, tehát a Magyar Nemzeti Tanácsa se legitimnak, se legálisnak nem tartja, és ezért nem szavazott, tehát ellenese szavazott, és álláspontja, amit mikor privatizálni akarták 2 évvel ezelőtt, körülbelül kiállt a privatizáció ellen. Végül 23-an szavaztak mellette, 13-an ellene, és 3 tanácsnok nem szavazott. A kishegyesi topolyai községközi szociális védelmi központ eddigi igazgatóját is felmentették, és újat neveztek ki helyette. Megkezdte működését Szabadkán Vajdaság egyedülálló szennyvíztisztító telepe. Az ünnepségen beszédet mondott Vincent Dezser, az EU szerbiai delegációjának vezetője, Bojan Pajtić, a vajdasági kormány elnöke, Oliver Dulić, környezetvédelmi és területrendezési miniszter, Snežana Pejčić, a vízművek és csatornázási kommunális közvállalat igazgatója, és Sasa Vučinić, Szabadka polgármestere. A szennyvíztisztító telep gazdasági és természetvédelmi szempontból jelentős. A víztisztító több mint 30 000 köbméter víz tisztítását végzi el naponta. A palicsító megtisztítása után az észak-bácskai turizmus fellendülésében bíznak az illetékesek. Ono što je također važno jeste i taj ekološki aspekt. Jer ovim postrojenjem Subotica konačno dobija čvrste temelje za planove i ideje koje ima vezane za Palić i razvoj turizma na Paliću. Subotica ovim dobija čvrste temelje za ono što želi da radi, a to je da sanira stanje u jezeru koje danas imamo. It's a project that we have been building together the taxpayers of the European Union, showing solidarity with the citizens of Subotica, but also the Italian colleagues and also the Dutch colleague who have been giving grants for this project to exist. A 18 millió eurós befektetés megvalósulását az Európai Unió, a vízművek és csatornázási kommunális közvállalat, Szabadkaváros, Vajdaság vizei, Olaszország és Hollandia támogatta. Óbecsén az alsóvároson megkezdték az Ártézi kút újrafúrását. Óbecse nemrég még az Ártézi vízű gyógyfürdőjéről és a város területén lévő 8 Ártézi kútjáról volt ismert. A múlt század végére megmaradt 5 működő kút közül az alsóvárosi Petőfi Sándor általános iskolánál lévő is kiapadt. Most ezt fogják felújítani. Knézi Péter polgármester elmondta, a most kezdődő munkálatok körülbelül 20 napig fognak tartani. A felszerelését a kútfúrásnak meghozta a cég, amelyik a közbeszerzési pályázaton megnyerte ezt a munkálatot. 2005 óta gyakorlatilag, amikor ki is fúrták a második alsóvárosi kutat itteni területen, a második kutat, a Szlovák Aid nemzetközi segély alapból sajnos nagyon rövid idő alatt, tehát végül is technikai okok miatt megszűnt dolgozni ez a kút, tehát nem adott többet vizet, és hát az akkori fölmérések szerint, illetve szakértői vélemény szerint nem is lehetett volna felújítani. Hát sajnos eddig kellett várunk arra, hogy ismét képbe kerüljön ez a történet itt alsóvároson, de most örömmel mondhatom azt, hogy a Vodokanál közvállalatunk kiírta a közbeszerzést,
Lóbecse község pedig biztosította az eszközöket a költségvetésében, és hát a kútfúrás az folyamatban van. Mint ismeretes, polgárok egy csoportja gyűlés szervezett nemrégiben a város központjában. A szervezők így szerették volna kifejezni tiltakozásukat a város vízellátási gondjai kapcsán. Galu Zsolt, a Vodokanál közvállalat igazgatója szerint a helyzet hamarosan rendeződik, hiszen a pénzügyi gondok is megoldódnak az elkövetkező két hét leforgás alatt. Arra a kérdésre, hogy milyen a víz minősége Óbecsén, Galu elmondta, hogy Vajdaság szerte ennek a községnek a területén a legmegfelelőbb a víz minősége, hiszen rendszeresen követik a fizikai, vegyi, illetve mikrobiológiai paramétereket is, amelyek megfelelnek az előírásoknak. Részt vesznek az aténi versenyen a Palicsi Ultramaraton Szövetség versenyzői. A Palicsi Ultramaraton Szövetség 27 tagot számlál, ebből 8 gyerek március 31-e és április 1-e között részt vesz Aténban egy 24 órás nemzetközi ultramaratonon. A második csapatból csak két gyereknek volt biztosítva egy bizonyos összeg, ami nem volt elég arra, hogy ők is jönni tudjanak. És az utolsó percben jött egy telefon, tehát az utolsó szalmaszál, ahogyan mondani lehet, hogy na igen, készüljön a második csapat is, tehát két csapat tud indulni. Maglai Jenő, a VMS Szabadkai szervezetének elnöke elmondta, Szabadkán a közkedvelt sportok mellett, mint amilyen a futball, a kézilabda és a röplabda, a kisebb sportokat is támogatni kell. Úgy gondolom, hogy minden esetben olyan irányba kellene mozgatni a közpénzeket, hogy azért mindenkinek jusson, attól függetlenül, hogy első osztályú klubról van szó, vagy esetleg kisebb klubokról van szó, mindenkinek az igényei, vagy azt mondom, hogy a kiadási függvényében valamennyit biztosítani kellene. A sajtótájékoztatón megjelent a 8 maratonra induló is, akik bíznak a kitartásukban és a sikerben is. Én legalább egy 50 kilométert le szeretnék futni, és remélem egy jó eredményt hozunk haza. Lényeg az, hogy kibírjuk, a másik az reméljük, hogy hozunk eredményt, és azt még lássuk. Minél több kilométert kell összegyűjteni, reméljük sikerül. Az eseményen a VMS elnökét tiszteletbeli tagjává választotta az Ultramaraton Szövetség. Pásztor István ebből az alkalomból ajándékot is kapott a gyerekektől, egy edzőruhát. A vajdasági magyar diákok a CMH irodákban adhatják át jelentkezésüket a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT által kiírt támogatásra. Diákonként 20.000 forintnak megfelelő nevelési és oktatási támogatást, valamint 2.400 forintnak megfelelő tankönyv és taneszköz támogatást osztanak ki. Ezekre a támogatásokra az általános és középiskolás tanulók jogosultak. A 2.800 forintnak megfelelő hallgatói támogatásra a Szerbiában magyar vagy részben magyar nyelven tanuló nappali tagozatos egyetemisták és főiskolások jelentkezhetnek. A jelentkezéseket a Vajdaság területén található bármely CMH irodában leadhatják. A Bethlen Gábor ZRT által kiírt pályázatok, amiket a CMH irodákban bonyolítanak le itt a Vajdaságba, az az újdonság, hogy az iskolalátogatási igazoláson fel kell tüntetni az első fél évben az igazolatlan órák számát, összegyűlt igazolatlan órák számát. A pályázati kiírás szövegébe az van föltüntetve, hogy aki az első fél évben, tehát a 2011-12-es tanév első fél évében több mint 50 igazolatlan órát összegyűjtött, az nem jogosult a pályázati összeg megkapására. A nem magyar tannyelvű iskolában tanuló, magyar nyelvű diákok akkor pályázhatnak, ha részt vesznek anyanyelv ápoló órákon. Nekik az állítja ki a dokumentumot az igazolatlan órák számáról, aki az anyanyelv ápoló órát tartja. Amennyiben az igazolatlan órák száma meghaladja az összóraszám 10%-át, a tanuló nem jogosult a támogatásra. 1 milliárd 750 millió dinár válik mostantól elérhetővé a tartományi nagyberuházási alap számára. A nagyberuházási alap jelenlegi adóssága mintegy 2 milliárd dinár. Az átutalással kiegyenlíthetik az eddigi tartozásokat, mondta Pásztor István, a tartományi kormány alelnöke. A tegnapi nappal megszülettek azok a döntések, amiknek alapján ezek a pénzek hozzáférhetők és felhasználhatók lesznek. Mintegy 2 milliárd dinár, 2,1 milliárd áll most ebben a pillanatban rendelkezésre. Ezek a pénzek már ott vannak azon a számlán, ahonnan használhatók. A szerb kormány egyébként 4 milliárd dinárt ígért a tartománynak március elejére, vagyis még 2 milliárd 250 millió dinárral adós. Pásztor István elmondta,
Ha megkapják a pénzt, akkor folytatják, illetve befejezik a megkezdett projekteket. Nagyon sok kisebb projektum van, kisebbek, mint a Népszínház, összegében kisebbek, viszont fontosságukban legalább annyira fontosak, mert mindenki számára az a fontos, ami az ő lábát nyomja, az ő cipőjének a szükségét bizonyítja. A tartományi kormány alelnöke elmondta, remélhetőleg a Szabadkai Népszínház mellett az Európa Kollégium, a Szabadkai Diákotthon, a Csantavéri Általános Iskola és a Horgosi Művelődési Ház beruházásait is befejezik. Tartományi egyéni jelöltként indul az idei választásokon Pásztor István, a VMS elnöke. Átfogó, európai és polgári értékrenden alapul a VMS programja, fogalmazott a pártelnök. A VMS számára Vajdaság elsőbséget élvez, ezért a választási szlogán Vajdaságért egy normális Szerbiában. A program ezért a legjelentősebb országos problémákra is választ ad a klasszikus kisebbségi problémák mellett, mondta Pásztor István. A VMS elnöke egyéni tartományi jelöltként indul a választásokon Szabadka 4-es körzetében. Én erre azért vállalkoztam, mert azt gondolom, hogy amellett, hogy az ember mondatokat fogalmaz meg pártelnökként, ügyek fontosságáról, térségek fontosságáról, programok fontosságáról, a mondatok igazi súlyát az adja, amikor az ember a cselekedettel megerősíti. Azt gondolom, hogy igazán akkor nyomatékosítom ezt a fontosságot, hogyha fölvállalom ezeknek az ügyeknek a képviseletét. Én elsősorban ezért vállaltam azt, hogy egy egyéni képviselőjelölt legyek. Másrészt pedig azért, mert azt gondolom, hogy Szabadka fejlődése szempontjából, a régió fejlődése szempontjából, ennek a térségnek a fejlődése, Palics és környékének fejlődése, az kulcsfontosságú. Ezt szerettem volna ezzel jelezni, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség szabadkai politizálásában mindenféleképpen ennek a térségnek egy nagyon fontos szerepe van. Pásztor István elmondta, 6-7 mandátumra számítanak a köztársasági parlamentben. A köztársasági jelöltlista első 4 helyén a VMS mostani 4 parlamenti képviselője szerepel, Pásztor Bálint, Varga László, Kovács Elvira és Fremond Árpád. Őket sorrendben Pék Zoltán, Vicsek Anna Mária és Gyarmat Gubik Angéla követi a 250 nevet tartalmazó listán. A VMS tartományi listáján 60 jelölt szerepel, a lista vezető Újhelyi Ákos. Őt Pelt Ilona, Takács Zoltán, Juhász Attila, Ritze Mese, Miavec Béla, Patyi Lajos, Ónó Díbolyka és Majlát Béla követi. A párt a 60 vajdasági egyéni körzetből 27-ben állít jelöltet. Szabadkán Pásztor István mellett dr. Csernetics Ilonát, Hegedűs Józsefet, Ladóczki Gyulát. Egyéni tartományi jelölt például még Adán Illés Ferenc, Csókán Kormányos László, Kishegyesen Juhász Bálint, Magyar Kanizsán Kávai Szabolcs, Óbecsén Fehér László, Topolyán Egeresi Sándor, Török Kanizsán Jerasz Anikó, Zentán Juhász Attila, Temerinben Nagy Imre. Az önkormányzati lista vezetők egyben a polgármester jelöltek is. Szabadkán Maglai Jenő, Kishegyesen Csóré Róbert, Topolyán Kókai Mernyák Melinda, Óbecsén Knézi Péter, Magyar Kanizsán Bimbó Mihály. A VMS elnöke egy évvel ezelőtti újraválasztása során megfogalmazott programjában Szabadka mellett Ada, Zenta és Csóka visszaszerzését tűzte ki célul. Ezekben a községekben a polgármester jelöltek dr. Tóth Barna Elvira, Ceglédi Rudolf és Balázs Ferenc. Pásztor István a sajtótájékoztatón megismételte. A VMS mindenhol egyedül indul a választásokon, kivéve Magyar Kanizsán, ahol a VMS listáján a Vajdasági Magyar Demokrata Párt képviselői is szerepelnek. Szobrot avattak Szabadkán a Dimitrije Tucevics utcában. Itt a Dimitrije Tucevics utcában a járókelők megcsodálhatják az újonnan felavatott munkásszobrot. Az alkotást Mája Rákócsevics Szvijanov szobrászművész készítette. A vízművek és csatornázási kommunális közvállalat 50 éves fennállása, valamint a vízvilágnapja alkalmából avatták fel a szobrot.
praznične nedelje za javno komunalno preduzeće, vodovod i kanalizacija. Na kraju te nedelje skupili smo se da otvorimo ovu skulpturu koju poklanjamo gradu Subotici, odnosno svim građanima Subotici. Bojan lep gest koji je učinjen i od strane vodovoda prema gradu, ali s druge strane mislim da i grad ima neku vrstu obaveze da se zahvali svim tim ljudima koji uvek rekordnom roku otklanjaju kvarove, koji svoj posao rade ispod zemlje, čiji se posao ne vidi, čiji je posao skriven, a čiji posao je toliko značajan za grad da je to nemerljivo. Ideja za ovu skulpturu je potekla iz vodovoda. Ja sam praktično izvela njihovu zamisao da jedan vodoinstalater izlazi iz kanalizacije. A szobor ötlet Európa nagyvárosaiból származik, ott ugyanis igen gyakori az ilyen típusú tisztelgés az egyszerű dolgozók előtt. Az alkotás egy hónap alatt készült el, neve azonban még nincs, az alkotó elmondta. Szabadka lakosaira vár a névadás. 9 új munkahely nyílt Kishegyesen a köztársasági foglalkoztatási szolgálat pályázatának köszönhetően. Kishegyes község és a hozzátartozó intézmények sikeresen pályáztak a köztársasági foglalkoztatási szolgálatnál, ezért a súlyos munkanélküliségi gondokkal küzdő településen most 9 új munkahely jött létre. A Kiskommunál helyi közvállalat 6 új munkást tud alkalmazni közmunkaprogram keretein belül 3 hónapon keresztül, illetve 3 gyakornokot tudunk alkalmazni a községi önkormányzatban, egy jogászt, egy újságírót és egy közgazdást, őket egy éven keresztül tudjuk foglalkoztatni. Azt gondolom, hogy ezek jó hírek, mindenképpen előrelépés a munkahelyteremtés tekintetében. A községi vezetőség minden pályázatot megcéloz. Nem először nyertek ilyen típusú kiíráson, a cél, hogy minél több kishegyesi kapjon munkát, tette hozzá Juhász Bálint. Tűzhöz riasztották az adai tűzoltókat. Ismeretlen gyújtogatók egy hét leforgás alatt kétszer gyújtották fel a szeméttelep mögötti nádast. Az első alkalommal a tűz átterjedt a szeméttelepre is, most azonban déli irányba vonul a tűz. A gyújtogatók a nádasokon kívül a tardókat és az útmenti füves, bozótos területeket is lángba borítják. A szeméttelep háta mögött lévő kanál is több mint nagy valószínűséggel akarattal lett begyújtva. Ez már a második alkalom. Az első alkalommal a házak felé terjedt tovább, most ebben az esetben déli irányba terjed a tűz. Mint látható, vízágyúval várjuk egy kicsit hatáskör, és már ható távolságba kerüljön a tűz. Sajnos nincs olyan járműnk, amivel ezt meg tudnánk közelíteni. Ilyen a terepviszonyok olyanok, hogy sajnos meg kell várjuk, hogy kicsit közelebb kerüljön a tűz. A múlt szombaton felgyújtott nádas tüze elérte a szeméttelepet, de a standard kommunális közvállalat és a tűzoltóság jó együttműködésének köszönhetően hamar meg tudták akadályozni a lángok tovább terjedését a telepen, emelte ki a közvállalat igazgatója. Ez most is így történt. Ponovo je vatrogasna jedinica na vreme izašla i pratila razvoj događaja, učinili su ono što su mogli, znači sprečili su dalje širenje požara, tako da ovaj put mi nismo imali opasnost da će se smetlište ponovo upaliti. A gyújtogatók éjjelente garázdálkodnak, ezért szinte lehetetlen tetten érni őket. Mintegy 35-en adták át a magyar állampolgársági kérelmüket Székelykevén. Székelykevén a helyi közösség tanács termében adhatták át magyar állampolgársági kérelmüket a helyi lakosok. Nagyon, nagyon nagy boldogság tölt el, mert a szüleim meg a nagyszüleim mind magyar érzelműek voltak, és különösen a férjem, aki sajnos 20 éve már nincs. Jobb jövőnk érdekében gondoltuk, hogy a gyermekeknek is jobb jövője lesz, hogyha nagyobb lesz, megnyűl. Magyar vagyok, hogy jó, hogy meglegyen az állampolgárság magyar, ha már magyar vagyok. A belgrádi magyar nagykövetség a vajdasági magyar szövetség meghívásának tett eleget, amikor megszervezte a kihelyezett ügyfélfogadási napot. Példát adjak az embereknek, a fiataloknak, hogy ez egy nagy lehetőség, és hogy nem kell aggódnia senkinek attól, hogy esetleg valamilyen megtorlásba fognak részesülni, mert sokan azért még mindig nem hisznek a politikusoknak, és nem hisznek abba, hogy ennek nem lesz
esetleg valamilyen nyomatéka hosszú távon. Olyan emberektől veszük át a kérelmeket, akiknek nehézséget okoz az, hogy bejöjjenek Belgrádba. Ugye innen egy jó 50 km Belgrád. Sokan vannak itt székekevén olyanok, akik keveset jártak, vagy nem jártak, nehezen találják meg a nagykövetséget. Esetleg anyagi gondokat okoz nekik az, hogy bejussanak. És hát ő rajtuk próbálunk segíteni. A magyar állampolgárság megszerzésének a szórványban főként a nemzeti öntudat megerősítésében van nagy szerepe, hangsúlyozták az illetékesek. Az ömében magyar lakta Székelykevén a mostani kérelmekkel együtt a 300-hoz közelít azoknak a száma, akik megszerezhetik a magyar állampolgárságot. 3 éves a Vajdasági Magyar Szövetség Női Fóruma. A Vajdasági Magyar Szövetség Női Fóruma 3 évvel ezelőtt a tavasz első napján alakult meg. Az évforduló alkalmából rendezett ünnepi műsora nagyszámú résztvevő érkezett egész Vajdaság területéről. A vendégeket Pásztor István, a VMS elnöke köszöntötte, aki kiemelte, a női fórum jelentősen támogatta a párt tevékenységeit az elmúlt 3 évben. Pásztor hozzátette, 8 polgármester jelöltjük között 3 nő is van, mégpedig Adán, Topolyán és Temerinben. Engedjék meg, hogy ehhez csatlakozva én a politika mezeiről egy nagyon befolyásos vaslédinek becézett hölgyet idézek befejező gondolatként, ő pedig nem más, mint Margaret Thatcher. Ő azt mondta, ha valamiről azt akarod, hogy ellenem intézbe is megvalósuljon, akkor bízzad a hölgyet. Kovács Elvira, a VMS női fórumának elnöke értékelte a fórum eddigi munkáját. Elmondta, hogy pillanatnyilag a párt össztagságának 41%-át a hölgyek képezik. Én egy picit izgulok, ugyanis a női fórum ülésein férfiak nem szoktak jelen lenni. Magát a programot illetően Szilágyi Edit állította össze a programot, és ez számomra is részben meglepetés, tehát én teljes szabadságot adtam a becseieknek, ők szervezték. A VMS női fóruma 3 év leforgás alatt megalapította körzeti, községi és helyi szervezeteit Vajdaság szerte. Tagjai számos akcióban vettek részt, sikeresen hangzott el az ünnepségen. Az alkalmi műsorban felléptek az Óbecsei Kultúrkör zenegető zenekarának tagjai, táncosai és versmondói. Válaszd a jobb életet Boris Tadics címmel tartott koalíciós rendezvényt a DP. Az eseményen a Demokrata párt tagjai felhívták a figyelmet mindarra, amit az elmúlt időszakban tettek Szabadka lakosaiért, de leginkább arra helyezték a hangsúlyt, amit ezután terveznek. Mi moramo i hoćemo i verujemo da možemo da ponovo u ovom gradu vratimo ono što je treba, ponos. I danas ovde stojimo pred vama i dajemo jedno obećanje. Zaklinjemo se u ime naših očeva i naših dedova, u ime generacije koje dolaze, da ćemo od ovoga grada ponovo stvoriti grad na koji ćemo svi biti ponosni. Az elmúlt időszakban jelentős fejlődésen ment keresztül az egészségügy Szabadkán. Csengeri Attila, Demokrata párti tartományi egészségügyi titkár elmondta, az elmúlt évben 4-szer olyan hatékony volt az előrehaladás, mint a korábbi években. A tartományi egészségügyi titkárság és a tartományi kormány nagyon sokat tett az egészségügy fejlesztésére. Annyit ruháztunk be ebben a válságos időben az egészségügyben, mint az elmúlt 30 év alatt összesen. A szabadkai kórházba, illetve az egészségügybe is annyit fektettünk be az elmúlt 4 év alatt, mint korábban, tehát 1 év alatt, mint korábban 4 év alatt. Tehát nagyon sokat tettünk, és azt hiszem, hogy ezzel bizonyítottuk is azt, hogy alkalmas vagyunk arra, hogy tegyünk valamit a szabadkai polgárokért. A Demokrata párt rendezvényén elsősorban a párt programját mutatták be. A következő időszakra több új munkahelyet, a Népszínház építésének befejezését, a Palicsi tó megtisztítását, valamint fejlettebb és tisztább, rendezettebb Szabadkát ígérnek a polgároknak. Fásítási akciót szervezett a VMS Tótfalusi alapszervezete. Mintegy 60 darab környezetbe élő virágos kő is került a földbe Tótfaluban szombaton délelőtt a VMS munkaakciójában. A falu lakossága ezt közös érdeknek nézi, és amint látható, szépen össze is jöttünk. Nagyon örülök neki, és egyben köszönetet szeretném kifejezni azoknak az embereknek, lakosoknak, akik szabad idejüket nem sajnálva eljöttek segíteni a falunk érdekében együtt tenni.
Az első facsemetét a VMS köztársasági parlamenti képviselője ültette el. Úgy gondolom, hogy folyamatosan kell népszerűsíteni fák ültetését és az erdő telepítését magát, és örömmel tettem eleget a tótfalusiak felkérésének, vegyek részt ebben az akcióban. Egyébként, mint vadász, mint a pacséri helyi közösség tagja, minden évben helyi szinten is részt veszek ilyen akciókban, és máshol is, hogyha meghívnak, szívesen megyek el. Vajdaságban a terület mindössze 6-7%-a borított erdőkkel, ez nagyon-nagyon kevés, legalább 14%-át kellene Vajdaságnak erdőkkel betelepíteni, és nagyon fontos ez a mozgalom, nagyon fontos volna, hogy minden egyes polgár minél több ember ültessen fát, és a mezőgazdasági termelők is ültessenek fákat. A faültetési akcióban a mintegy 50 falubeli mellett részt vett Kávai Szabolcs, a VMS tartományi képviselőjelöltje is. A virágos kőrisek a falu központjában, az iskola, a templom és a régi játszótér környékén, valamint a régi iskola udvarában állnak majd. Tizenkilenc vajdasági gazdakör, illetve szerveződés képviselője látogatott el tapasztalatcsere céljából a magyarországi bajára. A résztvevők Szabadkáról, Múzsjáról, Kelebiáról, Magyarkanizsáról, Dorosztóról, Topolyáról és Bácskertesről érkeztek. Az egész napos program során a klaszter gyakorlati működésével is megismerkedhettek. A klaszter egy adott régió együttműködő és egymást támogató vállalatait tömöríti. A vendégek a Kincses Bácska klaszter termékeit is megkóstolhatták. A klaszter 2 évvel ezelőtt alakult meg Baján. 32 tagunk van, a tagság 3 csoportra osztható. Az első csoport termelőüzemek, mezőgazdasági termelőüzemek és élelmiszeripari üzemek. Második csoportot tudásbázisnak nevezhetnénk. Itt egyetemek, főiskolák, kutatóhelyek vannak, például Agrártudományi Egyetem, az Állatorvostudományi Egyetem, a Közgazdaságtudományi Egyetem Budapesten, és a helyi bajai főiskola is tagunk. A harmadik csoportot még szolgáltatónak nevezhetném, itt logisztikai szolgáltatásokat végzők, mint például kikötő és szállítmány. Cég, kereskedelmi szolgáltatásokat végző cég van, agrolaboratóriumban van marketinges cégünk és pályázati író cégünk is. Körülbelül havonta találkozunk és kiállításokra járunk, megbeszéljük, hogy kinek mi a fontos és egymás igényeit igazítjuk egymáshoz. Az IPA projektet a Hálóvajdasági Fejlesztési Alap Baja Város önkormányzatával és Nagy Kikinda önkormányzatával közösen pályázta meg. Itt tulajdonképpen ma vendégei vagyunk a Kincses Bácska klaszternek, meg akarjuk tapasztalni azt, hogy ők az elmúlt 2 évben hogyan működtek, mik a tapasztalataik, és mik voltak a buktatók, mik az előnyök. Mert nem titkolt célunk, hogy mi is a Vajdaságban megalakítsunk egy hasonló élelmiszeripari klasztert. A találkozón elhangzott, hogy a szerbiai, illetve magyarországi bácska egységes gazdasági területnek számít, és ezt a határon átnyúló lehetőséget mindenképpen ki kell használni. Rendkívüli ünnepi közgyűlés tartott Gunarason a VMS helyi szervezete. A rendkívüli közgyűlésen Csorba Otto, a gunarasi helyi közösség tanácsának elnöke elmondta. A 4 évvel ezelőtt kitűzött céloknak mintegy 90%-át megvalósították. Pásztor István, a VMS elnöke, ünnepi beszédében kiemelte. A gunarasi szervezet következő 4 évre megfogalmazott akciótervének 12 pontja megerősíti az előző évek törekvéseit. Az elmúlt 2 évtizedes kínszenvedés után is meg tudunk fogalmazni 12 pontokat, tenni tudunk a 12 pontok megvalósítása érdekében. Van tartásunk, erőnk elővenni a mikrohullámú sütő tetejéről, szembesíteni önmagunkat a 12 pont tartalmával, kiállni ide és elmondani, ezt csináltuk, innen indultunk, ide jutottunk el, és innentől oda akarunk eljutni. A település jelenlegi céljai között szerepel egyebek mellett a munkahelyteremtés, a kis- és középvállalkozások, valamint a gazdaságok támogatása és az intézményhálózat bővítése. Kádár József, a VMS helyi szervezetének alapító tagja, az egykori célokról nyilatkozott a Pannon RTV-nek. A falu fejlesztés szempontjából fontos volt talán úgy a környező településeken is a kútfúrások, az utcák betonozása, aszfaltozása, a különböző rendezvénynek a megszervezése. Kádár József elmondta továbbá azt is, hogy megalakulásakor a gunarasi VMS szervezetnek 10 tagja volt. Ez a szám már a 100-at is meghaladja. 17. alkalommal tartották meg a diákotthonok vajdasági versenyét.
A versenyen a Szabadkai Diákotthon az első helyet szerezte meg a klasszikus zene és a tánc kategóriában. Több második és harmadik helyet is begyűjtöttek a tanulók, ezzel bizonyítva széles körű felkészültségüket. Szerintem fontos ez a diákotthoni mérkőzés a mások diákotthonaival, mivel hogy itt összemérjük tudásainkat, illetve műveltségi tehetségünket. Nem is az eredmények a fontosak, hanem maga a részvétel. Diákok megismerkednek egymással, látják, hogy a többi diákotthonban mivel foglalkoznak, ötleteket lopunk egymástól. Talán ezért jó ez a évi szinten a találkozás. A versenyen 12 vajdasági diákotthon mintegy 350 középiskolás lakója mérte összetudását. A tartományi döntő legjobbjai az országos versenyre is eljutottak, ezt április 21-én tartják Nisben.